praticamente da sabato sera da domenica. Poi non hanno più vista, non so dove è andato. Magari contattasse i carabinieri o la stampa, insomma, in modo da farci avere notizie, per favore. Egyszerre van bennem egy ilyen megfoghatatlan és definiálhatatlan érzés. A szégyenérzet, a zavar és a felháborodásnak, ha lenne közös szava, akkor azt tudnám mondani, hogy a szégyenérzet az onnan, hogy itt ülök Kelet-Európa közepén, és meg vagy győződve, hogy mennyi gondunk van, amíg nem szembesülök olyan filmekkel, ahol az ott élő emberek gondjai az a Himalája a Velencei hegységhez képest. Ha fondato tragicamente nel canale di Sicilia il 18 aprile 2015 con a bordo 700 migranti che tentavano di raggiungere il nostro paese dall'Africa. Újra meg újra észhez térítenek különböző filmek, egy közép-afrikai ország, vagy az iráni politikai foglyoknak a szenvedéssel, és akkor elszégyellem magam, hogy uram, atyám, hogy van nekem pofám itthon gondot csinálni a magas inflációból? Milyen maga? Milyen maga? Deci? Azért kiszi jó, de pohacsom, azt nem fitelke. A másik a zavar, hogy milliók és százmillió gondjairól nem tudunk, mert nem fér be a média érdekességnek még a nemzetközileg igényes részébe sem. Szóval, hogy a szenvedés az csendes. اتاق بازجویی یه ساختاره مثلا با روانکاوی حل نمیشه اتاق بازجویی یه جنگه بازجویی باید ببره بازیو és a harmadik ez a tehetetlenség, hogy én itten túl a 71 nyugdíjason mit tudok kezdeni még ezzel a nagyon súlyos élménykészlettel, és amit ezek a filmek fölhalmoznak bennem, 7 teljesen különböző kultúráról, Svédországtól Közép-Afrikáig. Szóval ez a fajta tehetetlenség, hogy uram, atyám, akiknek közvetlen munkájuk, hozzáértésük, lelki erejük is van, hogy küzdjenek ezekkel a problémákkal, azoknak is mennyire nincs semmi esélyük a valóban súlyos gondokkal bármilyen módon szembenézni. Már én nem igyem, hogy hár adami, ha egy szedai darúni dere, hogy dere bás hárf műzene. Az iráni filmrendező mondja, amikor ott a szemébe vágja az öreg, hogy most minek csinálod ezt a filmet, úgyse érdekel senkit. Azt mondja, azért csinálom, hogy a világ bármikor is legalább megtudja, hogy mi végre volt a szenvedésetek, és hogy mit lehet tenni az emberre, hogy igen, van úgy, hogy te nem tudsz más csinálni, csak egy filmet csinálsz. Dokumentumfilmesnek lenni ez a palackposta. If the story of the 20th century is the triumph of freedom, what will the story of the 21st century be? 2 days after my 8th birthday, the world turned upside down. Our war against terror is only beginning. Lehet, hogy a dokumentumfilm az utolsó esély. Ugyanis a jelenlegi médiavilág olyan mértékben tolódott, nem csak Magyarországon, a szórakoztatás, az érdekesség, a pillanat megörökítés és a pillanat prezentálásában való verseny, hogy mi az, ami most meginkább fölkeltje a véleményt. Tehát, hogy volt itt egy másik világ, és nem csak a média által bemutatott világ, hanem a média akár mutathatott volna egy másikat is. And also powerful that we can create our own reality. عندها أربع بنات جوز صغار إيه وتيسير مازالوا عايشين معاها والجوز الكبار رحمة وغفران كليهم الذيب ezek a filmek mindegyike azt mutatja nekem, hogy van az emberben, vagy talán csak az emberben. Hát ez akkor már egy mélyebb antropológiai probléma, hogy a túléléshez neked nem csak a társadalomba elfoglalt hely, az ahhozokhoz a szerepekhez tartozó ismeretek és készségek és konfliktus megoldó stratégiák fontosak, hanem lehet, hogy mindenkiben van még valami olyan tartalék, ami a transzcendencia világa, amit a hit segít, és sajnos én ennek a megértésére
alkalmatlan vagyok, de legalább megértettem azt, hogy ezekből a filmekből mind az következett, hogy a végső, a legnehezebb helyzetekben valószínűleg csak a hit segít ki. Jest dobro, jakieś zło i one jakby mnie przyciągają i ja nie wiem, po której stronie jestem, czy coś w tym stylu, nie? Czułem taki maksymalny konflikt. Szerencsés embernek mondhatja magát az, akiben van olyan erős hit, hogy mindent kibír. Mert egyébként ezeknek a sorsoknak a nagy részét kibírni pusztán ésszel, ismeretrendszerre nem lehet. Az kevés. Az ismereteid, az okosságod, a tudásod a világról, az legfeljebb ahhoz elég, hogy meghalj, de hogy túlélj, ahhoz már nem.